Én nem vagyok falgyűlölő, de azt mondom, hogy az én szemszögemben azokban az emberekben, de nekünk nem hiányzik egyetlen egy se. Egy se. Vagyunk még itt épp elegen, akikkel elég sokkal kéne törődni, és sokszor még abban se tudnak. Nem mindegy, hogy a sűrhe, nem valók semmire. Akkor azok csak enni akarnak, nem dolgozni. Nem kell félni, hogy a munkát elveszik tőlünk, azok nem veszik el. Még első fogadják, nem hogy elvennék. Ilyen vélemények fogadták vasárnap délután első állomásán Nagyéren Lázár Jánost. A település az államhatár közelében van, így az ott élők tisztában vannak azzal, hogy itt a biztonságnak jóval nagyobb szerepe van, mint az ország más részén. Az országgyűlési képviselő elmondta, a problémát az okozza, miszerint néhány európai állam behívta és még mindig hívja az afrikaiakat. Véleménye szerint ezek az országok kiválogatják a migránsok közül azokat, akik nekik megfelelnek, a többit meg vissza akarják küldeni Magyarországra. Ha a németeknek az kell, hogy török vendégmunkások takarítsanak, meg dolgozzanak, ám tegyék. Nekünk Magyarországon úgy gondolom, hogy a nagyéri dolgozni akaró népeknek kell munkát teremteni, és azoknak a fiataloknak, akik most azért mennek innen el, mert máshonnan nagyobb fizetést kapnak munkaajánlatot, vagy éppenséggel a megélhetés viszi őket el. Ambrusz falván az időközi választáson lett polgármester Csirik László fogadta Lázár Jánost. A település első embere szerint az ambrusz falviak nagy része tisztában van a szavazás fontosságával, hiszen a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a választásra jogosultak 70-80%-a él is ezzel a lehetőséggel. Természetesen szoktunk beszélgetni. Ez egy nagyon fontos kérdés, és merem remélni, hogy minél nagyobb lesz a megjelentek aránya. Természetesen van olyan ember, akit különösebben nem érdekelnek, még ezek a fontos kérdések sem. Meggyőzés eszközével igyekszünk azon lenni, hogy minél többen jelenjenek meg, de a médiából, illetve különböző kampány anyagokból is sugárzik az emberek felé, hogy minél többen jelenjenek meg, és tegyék le voksukat a kérdésben. Csernik Zoltán Csanád alberti polgármestere szerint a lakosok egy jelentős része tart a migránsoktól, hiszen azok teljesen más kultúrából, vallási körből érkeznek, és értékítéletük merőben eltér a magyarokétól. Én keresztény ember lévén befogadó ember vagyok, ezt el kell, hogy mondjam, de nem minden áron, tehát nem ellenőrizetlenül, ahogy idáig is jöttek a csúnya szó migránsok. Tehát ellenőrizve kell úgy, ahogy a zöld határon ne jöjjenek, vannak pontok, ahol bejöhetnek, ott ellenőrzik, hogyha valóban menekült és segítségre szorul, akkor segítsünk rajta. De ami itt történt egy évben, másfél év alatt, azt nem tudom elfogadni. A térség országgyűlési képviselője Pitvaroson zárta a vasárnapi lakossági fórumok sorát, ahol 1200 szavazásra jogosult él. A pitvarosi közösségi ház előtt beszélgetett a helyiekkel, akik kifejtették, hogy a határ közelsége miatt ők is tartanak a migrációtól, illetve az esetleges kötelező betelepítésektől is.